Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Nógrádi György közgazdász, biztonságpolitikai szakértő inkább az eseményeket követő, mintsem a jövőre vonatkozó latolgató kommentárokat tett az elmúlt hónapokban. 2015-ben egy az Indexen megjelent cikk feltárja, hogy az egyetemi tanári és a haditudományok kandidátusa címet is birtokló Nógrádi tudományos tevékenységet nem végez, valamint egy nem létező egyetem rektor helyettese. Nógrádi következő nyilatkozatait olvashattuk az orosz-ukrán háborús helyzetről az elmúlt hónapokban. 7. hó 15-e, Putyin ma már békét akar. 7. hó 24-e, ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. 8. hó 2-a, egy győztes hadsereg nem fog felállni azért, mert egy pólóba öltözött szerencsétlen ukrán államfő ezt követeli. 9. hó 1-e, Putyin jelenleg az életéért küzd. 9. hó 7-e, lehetetlen, hogy az ukránok nyerjenek. 9. hó 18-a, az orosz hadsereg a nyugati haditechnikával áll szemben Ukrajnában. Szintén 9. hó 18-a, nem biztos, hogy az ukránok megállnak az orosz határnál. Nógrádi György már mondott mindent és az ellenkezőjét, bármit és az ellenkezőjét, ahogy épp a hadicselekmény alakul, ő annak megfelelően kommentálja, hogyha az oroszok letámadják az ukránokat, akkor az ukránoknak esélyük sincs, hogyha az ukránok ellentámadnak, akkor nem biztos, hogy megállnak az orosz határnál, hiszen hát Ukrajna támadta meg Oroszországot, hiszen hát Ukrajna el akarja foglalni Moszkvát, hát mi mást akarna? Valójában mit tud Nógrádi György, amit egy kocsmában, egy feles mellett akármelyik kevéssé avatott alkoholista ne tudna hozzáfűzni a hadicselekményhez? Meg mer szólalni. Talán ezt tudja. Nógrádi György nagyon közeli rokonságban áll Földi Pállal. Földi Pál neve bizonyára ismerős azoknak, akiket valamelyest érdekel a hadtörténelem. Földi Pál a hadtörténelem aluljáró irodalmának az aluljáró irodalmának az aluljáró irodalma. Egy magát számtalan címmel kitüntető, meg számtalan tudományos dolgozat, meg tudományos fokozat birtokosának hazudó, a maga módján egyébként szórakoztató bácsi, ilyesformán nyilván ezerszer kevésbé kártékony, mint Nógrádi, hiszen csak sokszorosan meghamisított történelmileg, tökéletesen pontatlan, és leginkább másoktól összeolózott történelmi munkákat ad ki, ezeket nevezhetjük egyáltalán munkának. Szóval, hogy Földi Pál élvez egyfajta respektet a hadtörténelmért rajongók körében, mármint abban az értelemben, hogyha ha az ember nevetni akar, szórakozni akar, vagy kicsit kikapcsolódni, akkor Földi Pál munkákat olvas, ami egyfelől nyilván rettentő szórakoztatóak a pontatlanságuk, részben pedig a munkáiban felbukkanó kb. 70-80%-nyi plágiumokán. A Nógrádi jelenség az megegyezik ezzel a Földi Pál jelenséggel, és nyilván azt az igényt szolgálja ki, amiről az első órában már sokat beszéltünk, azt a mágikus, mitológikus világnézetet, ami nagyon sok egyszerű ember számára szerintem valamiféle ilyen lelki vigaszul vagy támaszul szolgál. És átélhetővé tesz egy olyan háborút, amiben amúgy az ember nem nagyon érti, hogy mi történik és hogyan. Egy nagyon bonyolult világban, ahol nagyon sokféle érdek ütközik össze, és nagyon sokféle igazság lehet egyszerre érvényes. Ott egy olyan, és ráadásul ez, hogy mondjam, ennek az embereknek a többsége azért valójában, ahogy te is megfogalmaztad, nem avatott értői ezeknek az eseményeknek. Hangsúlyoznám egyébként, hogy jellemzően a legtöbb ember nem az, nyilván mi sem, de azért nyilván a mérték és mérték között azért lehet különbség. Hát meg a döntő különbség az, hogy valaki nem ért hozzá, de nem is játssza el a szakértőt, valaki meg nem ért hozzá, és az éppen aktuális hírekből önmaga számára egy szakértői pozíciót kreál. Én azt látom, hogy ezeknek az embereknek azért fontos Putyin barátsága, azért fontos az, amit Nógrádi György mond, és azért fontos ez az orosz párti narratíva, mert ők az elsők a nagyon hosszú idő után, akik egyenesen hozzájuk beszélnek. Akik azt mondják, hogy igen, a világ nem más, mint egy hatalmas összeesküvés, amiben egyetlen hatalmi érdek dominál, ez pedig a háttérhatalom, akiknek az előretolt képviselői az Egyesült Államok és a Nyugat, és a kisembert ebben a helyzetben, aki csak a történelem sodrásában evickélve próbálja túlélni a mindennapokat, senki nem segít, illetve egy valaki nyúl a hónuk alá, és ez Putyin. A történelem során először támadt egy jó király, aki végre a kisembert, a szegény embert, az egyszerű, a világot kevéssé értő egyszerű embert akarja
éppen felemelni. A Nógrád is egy ilyen figura, én ezt láttam. Ő hozzájuk szól, nekik beszél, és itt tényleg az a nehéz ebben, hogy mi a dolognak a tartalmi vagy a logikai részét kérjük számon ezeken az embereken, holott nincs tartalom, és nincs logika, és nincs lényeg. Ez arról szól, hogy érzéseket közvetít, aminek mindig az a végkifejlet, vagy hogy mondjam, az az egyetlen üzenete, hogy jaj, hát megint valami hatalmas baj készülődik, de van egy nagyon erős ember, aki megvéd minket. Ennek az újbori és újbori új rituális felmondása az ő egyetlen trükkjük és egyetlen céljuk, és ezzel nagyon sok embert megnyernek maguknak. Ahogy az aluljárókat említetted, ugye az aluljáró művészetéhez mondjuk hozzátartozik a pánsipos perui őslakosokból álló zenekar, de hogyha Földi Pál is az aluljáró művészetéhez tartozik, szerinted akkor talán Föld alatti Pál? Köszönöm szépen, és elnézést is kérek ugyanebben a körben. Nem lehet, hogy csak senki nem mer hozzászólni akár egy saját műsorban, saját véleménnyel ezekhez a biztonságpolitikai témákhoz, és ilyenkor jó meghívni egy szakértőt, aki helyetted elviszi a prímet, viszont túl gyakran hívják, és ennyiszer nem lehet értelmeset mondani, szemmel láthatólag? Hát azért meg sem próbált. Azért azt ne felejtsük el, hogy a Nógrádi György technikája mindössze abban merül ki, hogy azt monitorozza minden pillanatban, hogy mondjam, mi az aktuális hatalomnak éppen legjobban tetsző narratíva, és ahhoz igazítja a mondani valóját, amit mert egyébként valóban van ilyen irányú szaktudása, meg valamiféle képzettsége is talán, bár azért az ő előmenetelét vagy ilyen előtörténetét a megfelelő skrupulusokkal kell azért így tekintetbe venni, de hogy igen, tehát hogy Nógrádi György a mondani valójában kever igazságot természetesen, meg alkalmas tényeket is, amit így rugalmasan alkalmazva képes a szakértelem látszatát kelteni. Na, az, aki ilyeneket mond, és ezekbe a kifejezésekbe, már, hogy kijelentésekbe, már egy közszereplőnek bőven bele kellett volna buknia, nemhogy egy szakértőnek. Ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg, majd pár hétre rá Putyin jelenleg az életéért küzd. Hogy küzd az életéért, ha Ukrajna nem nyerheti meg a háborút? Tehát hülyeséget mondtál 2 hete, öreg? Majd nem biztos, hogy az ukránok megállnak az orosz határnál. Hát hogyan? Hát meg se nyerhetik a háborút. És nem biztos, hogy megállnak az orosz határnál. Erre egyetlen esély van, hogy az orosz határ körülöttük alakul ki, értem ez alatt ugye a népszavazás után mondjuk az Orosz Föderációhoz való tartozás kihirdetését, ott, ahol az ukránok éppen harcolnak a saját országunkért. Micsoda hülyeség ez? Micsoda hülyeség? Micsoda katyvasz ez? Most itt ezek a kijelentések egymásnak mondanak ellent. De sosincs egy olyan Nógrádi György nyilatkozat, hogy tévedtem. Rosszul ítéltem meg a helyzetet. Nem igaz. Putyin nem küzd az életéért. Vagy nem igaz, ezt a háborút Ukrajna bizony megnyerheti. Úgy láttam, nem nyerheti meg, ezért és ezért és ezért gondoltam, hogy nem nyerheti meg, de rám cáfolt a történelem. Miért ne vállalhatná a tévedését? Tévedni ér, de tudomást nem venni arról, hogy hülyeséget mondtam 2 hete, mondani most az ellenkezőjét, majd 2 hét múlva még az ellenkezőjét. Hát 3 ilyen kijelentés után negyedszerre már ne szólaljál meg, öreg, mert nem tudod, hogy mi hát van. Hát azért szakértőként tévedni nem ér. De szerintem a szakértő sem tudhatja, jó, egyébként ebben igazad van, mert egy olyan háborúban, aminek nem tudjuk a kimenetelét, miért teszünk olyan kategórikus kijelentéseket, hogy Ukrajna nem nyerheti meg? Talán csak nem azért, mert politikai megrendelésre dolgozunk? Talán csak nem azért, mert egy politikai kurzusnak az ideológiáját böfögjük föl? Akkor minden második héten meg nem politikai megrendelésre dolgozunk, hiszen az ellenkezőit is elmondja. Két erő mozgatja Nógrádi Györgyöt. Egyrészt értelemszerűen a putyini nézőpontnak az autentikus képviselete és az ahhoz tartozó igény, és bizony az ahhoz tartozó állami szintű elvárásrendszer, másrészt pedig a fronton zajló aktuális eseményeknek az abszolutizálása. Tehát ami éppen történik, hogyha mondjuk 2 napja az ukránok támadnak, akkor Putyin az életéért küzd. Ha 2 napja az oroszok támadnak, Ukrajna ezt a háborút nem nyerheti meg. Valójában mi a művelet? Nógrádi György egy mítosszal narrálja a történelmet.
A történelemben történik valami, és Nógrádi György ráfűz egy mítoszt. Ha az oroszok éppen vereséget szenvedtek, akkor egy fenyegető mítoszt, ami a nyugati világot a megsemmisüléssel, atomháborúval fenyegeti, ha az oroszok meg éppen győzedelmeskednek, akkor meg egy fölényességgel reprezentálja ugyanazt a mítoszt, amelynek révén a nyugat elpuhultsága, a nyugatnak a kivérzettsége, az most látszik meg, amikor a szilaj keleti ember és a hozzátartozó nagyon hatékony parancsuralmi modell diadalt arat fölötte. Nem érzitek, hogy a meteorológiához hasonlóan komolytalanodik el egy ilyen szakértői előrejelzés, minél inkább a jövőbe teszed ki az állításodat, ugye, hogy mit tudom, ott 900 napos előrejelzés, hogy 3 év múlva majd milyen idő lesz, hogy csak végigolvasva ezeket a, és ezek csak főcímek, nem a cikkekből kiragadott állítások, talán egy van közte, amely tartalmaz egy olyan időhatározót, hogy ez most a jelenlegi, hogy ez a, hogy tudod, hogy ennek a megfigyelésnek az érvényessége 24 óra múlva lejár, vagy ezen a héten érvényes. Tehát azt mondja, hogy Putyin ma már békét akar, ez véglegesnek tűnik. Mától megváltozott, és mostantól érvényes. Azt mondja, ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg, szintén ez a kijelentés, ez mostantól érvényben van, és nincsen lejárati dátuma. Az, hogy Putyin jelenleg az életéért küzd, ez egy aktuális, ennek van lejárati ideje, nyilván ezekkel kellene operálni, tehát itt egy kommunikációs hiba is van, és ez meg nyilván az annak az arroganciának köszönhető, hogy miért nem mutatkozzak távolba tekintő jósként, miért mutatkozzak közelbe látó jósként. Igen, de szerintem ezt a szakmát nem járatja le Tarjáni, illetve bocsánat, igen. Biztos, hogy akkorát tévedtél? Igen, szóval azt akartam, hogy ezt a szakmát nem járatja le Nógrádi György, azért ennek a szakmának most is vannak jeles képviselői, azért ott van Rácz András, ott van a Kánsz Csaba, tehát azért vannak sokan olyanok, akik autentikus biztonságpolitikai szakértők, és ők nem vetemednek soha ilyen erős kijelentésekre, tehát ők a pillanatnyi helyzetet elemzik. Egyébként megfigyelhető, hogy legalábbis számomra egy ilyen érdekes tendencia az, hogy minél inkább közelít valaki a saját szakmai sztenderdjeihez ebben, legalábbis ebben a szakmában, annál inkább érezhető a távolságtartás a putyini rezsimtől, de ez egy mellékkörülmény. Inkább azt mondanám, hogy mint minden ilyen szakmában, aminek része a jóslás, legyen az politológus, legyen az nem tudom lélekbúvár, vagy társadalomtudós, teljesen mindegy, ott nagyon szabályos sztenderdek határozzák meg azt is, hogy milyen elvek mentén bocsátkozhatsz jóslatokba, és hogyha ezeknek az embereknek az írásait figyeled, akkor ott ezek a jóslatok inkább, hogy mondjam, néhány napra előre mutató elemzések, illetve a kialakuló helyzet lehetséges összefüggéseinek a feltárásáról szól, sem mint arról, hogy mi lehet a végkövetkeztetés, illetve a végkövetkeztetés az mindig legalább 3-4 féle forgatókönyv, lehetséges forgatókönyv, valószínű és kevésbé valószínű forgatókönyv felvázolásából áll. Hát Nógrádi György nyomokban Bogár Laci bácsit tartalmazhat. Nyomokban Drábik Jani bácsit tartalmazhat. Úgy érzem, hogy Nógrádi György 50%-ig biztonságpolitikai szakértő, 50%-ig megafon propagandista. És ezek a szerepek vegyülnek, vagy keverednek azokban a kommentárokban, amiket hallunk a szájából. Szerintem Nógrádi Györgyöt mindannyian ismerjük. Minden pesti polgári családban előfordul ez a típus. Rendszerint egy távoli nagybácsi, akire 10 évesen még nagyon felnézünk, mert hogy mindenkit ismer, mert hogy nagyon jó sztoriai vannak. És nagyfokú benne a szovjet nosztalgia. Ja, mindig nagyfokú benne a szovjet. Természetesen pártag volt, természetesen mélyen gyökerezik a népben, már mint abban az értelemben, hogy ismeri a kisember búját baját nehézségeit, érde 7. kerületben nőtt fel, és sokszor volt a Városligetben, és érintkezett azokkal a csepelművekben dolgozó prolikkal, akik a csepelművekből jártak egészen a 7. kerületig haza, és ahogy nő fel az ember is kamaszodik, érti meg folyamatosan, hogy ezek valójában ilyen klasszikus, semmire kellő külvárosi rejtői figurák, akik a nagy sztoriaikból élnek, a nagy megmondásaikból, a nagy elintézni tudásból, a nagy megoldjuk okosbanságból élnek, de ezek mögött valójában nincs valódi hatékonyság, és nincs valódi tetterő, és nincs valódi érdekérvényesítői kör. És az esetek többségében nincs valódi szakértelem sem. Nem szeretnék rossz hiszemű lenni Nógrádi György ügyében, de
Az a kijelentés, amelyet július 24-én tett, miszerint ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. Így, kijelentő mód van. Én nem tudom máshogy értelmezni, csak úgy, hogy politikai megrendelésre mondta ezt, mert ilyet egy biztonságpolitikai szakértő pusztán a hadicselekmény ismeretében nem mondhat. És még ha politikai megrendelést kapott is rá, vagy ha nem kapott rá kifejezett megrendelést, csak ő beszállít egy véleményt politikai tetszés reményében, akkor is érzékelnie kéne, hogy ilyet szakértőként nem mondhat egy háborúban, hogy ezt a háborút ez vagy az a fél nem nyerheti meg ilyen kategórikusan, mert bármi történhet, és igenis megnyerheti ez vagy az a fél a háborút. Én értem, hogy ki szolgál, vagy ki akar szolgálni, talán megrendelésre, talán önszorgalomból egy kurzus álláspontot, meg egy kurzus érdeket, de akkor sem lenne szabad ilyet mondani, mert a háború folyamán bizony alakulhat, és alakult is úgy a cselekmény, hogy szétégeti Nógrádi Györgyöt, mint biztonságpolitikai szakértő. Azért vannak ilyen pillanatok, amikor ezt ki lehet jelenteni. Tehát mondjuk 1945. május 6-án azért nem kellett hozzá biztonságpolitikusnak lenni, hogy bátran kijelenthessük, hogy azt a háborút a szövetségesek és a Szovjetunió nyerte meg. De ez nem az a szituáció de volt. Július, azért július 24-én Nógrádi György, aki ugye biztonságpolitikai szakértő, tehát mindannyiunknál sokkal jobban ért a kialakult helyzet elemzéséhez, meg megértéséhez és megértetéséhez, mint mi. Neki is már pontosan látnia kellett, hogy ez a háború nem az oroszok szándékai szerint alakult, nem győztek 3 nap alatt, de 2 hét alatt sem, nem sikerült Kijevet elfoglalniuk, és számos frontszakaszon akkor már csak lépésben tudtak haladni, és számos területen bizonyultak ügyetlenebbnek, gyengébbnek, vagy alkalmatlanabbnak az ellenük védekezőknél. És nem ez az a pillanat, amikor a hadászati gyengeséget propaganda erősséggel kell kiváltani, és nem ezt a műveletet hajtotta valójában végre Nógrádi? Viszont azt is lehet tudni, nyilván így volt, és azt is lehet tudni, hogy nagyon sokféle győzelem és nagyon sokféle vereség létezik. Tehát nyilván az a narratíva, hogy Oroszország, ami egy nukleáris nagy világhatalom és egy katonai nagyhatalom és egy gazdasági középhatalom, ugye ezt mindig elmondjuk, képes arra, hogy megvívjon egy nálánál sokkal kisebb és gyengébb országgal szemben győztesen egy háborút. Ez még most is egy valid kijelentés, azt gondolom. Annak ellenére, hogy most minden bizonyíték az állítás ellen szól, és lehet, hogy per pillanat erre Oroszország nem képes, és mindannyiunknak hatalmas, hogy mondjam, pozitív csalódást okozva nem bizonyult alkalmasnak ennek a feladatnak az elvégzésére. Ettől függetlenül mondhatjuk azt, hogy Oroszország amúgy más körülmények között, vagy hosszú távon erre képes lehet, akár még a vitézül védekező ukránokkal szemben is arra, hogy győzelmet arasson. De ez már nem az a győzelem lesz, amiről a kezdetekkor beszéltünk. Ez nem az a győzelem lesz, ami jól áll Oroszországnak, ami eladható egy könnyű győzelemként, ami Putyin belpolitikai problémáin segít, ami a világ előtt jobb színben tünteti fel Oroszországot, amiből Oroszország ismét erős és potens nagyhatalomként állhat fel. Tehát, hogyha nyernek is ebben a háborúban, ez már egy pirruszi győzelem lesz, mert olyan sokféleképpen bizonyosodott be az alkalmatlanságuk, ami lehetetlenné teszi azt, hogy az ember ismét úgy gondolja rájuk, ahogy a háború előtt. Tehát, hogy így sem érdemes ilyen kijelentésekbe fogni, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. Hogy mondjam, ilyen értelemben, vagy morális értelemben, vagy a két ország narratíváját tekintve mindenképpen fényes győzelmet aratott már most Ukrajna. Nekem a kedvenc fejlécem, amit itt hallhattunk, az az, hogy az orosz hadsereg a nyugati haditechnikával áll szemben Ukrajnában. Mintha megkérdeznéd, nem tudom, a praktiker szakértőjét, hogy mondjon valamit a szerszámokról, és azt mondaná, hogy a kalapács fejből és nyélből áll. És nem tudtunk meg semmi újat. Ja, igen. És egyébként ilyen orosz párti oldalakon ez egy ilyen gyakran elhangzó érv, hogy ja, úgy könnyű, hogy nyugati fegyverekkel. Miért az orosz fegyverek nem elég jók? Vagy mindig valamiféle szimmetriára kell törekedni egy ilyen háborúban? Tehát, hogyha az ellenség alacsonyabb színvonalú haditechnikát vett be, akkor én csak megegyező színvonalú haditechnikával védekezhetek? Tehát, hogy így nem ér. Igen, hogy így nem ér. Tehát, hogyha én hiszek az országomban, hiszek a nemzetemben, hiszek annak a háborúnak az igazságában, amit éppen megvívni készülök,
nem tök mindegy, hogy milyen fegyverekhez nyúlok, hogyha éppen védekezni kényszerülök? Milyen alapon tesz kijelentést Nógrádi György, amikor azt mondja, hogy nem biztos, hogy az ukránok megállnak az orosz határnál? Milyen jel utal arra, hogy egy Ukrajna méretű és erejű ország megtámad egy atomhatalmat, és akkor nem állnak meg az orosz határnál, hanem megrohamozzák Moszkvát? Tehát nem is értem, milyen jel utal arra, miből vonja le azt a következtetést Nógrádi György, hogy az ukránok nem fognak megállni az orosz határnál, hiszen hát az oroszok támadták meg Ukrajnát. Ukrajna a területi integritását akarja helyreállítani. Ugyan miért lépnék át az orosz határt? Ugyan miért kevernék bele az országukat egy atomhatalom ellen, egy olyan háborúba, amelyben ott már valóban nem győzhetnek, mert ha le is verik az orosz hadsereget, ha meg is rohamozzák adott esetben Moszkvát, Moszkva ellencsapása, nukleáris ellencsapása letörli Ukrajnát a térképről. Miért tennék? Miért lenne öngyilkos Ukrajna? Hogy gondolja és mire alapozza ezt a kijelentést? Hát arra az emögött megbújó suttogó orosz propagandára, amit megint csak azt tudom mondani, hogy sajnálatos módon számos honfitársam hoz, hogy valójában Ukrajna csak egy bábállam, és emögött az Egyesült Államok kalandorpolitikája húzódik meg, akik mindenképpen szeretnék belerángatni a világot egy atomháborúba, mint hogyha az Egyesült Államok... Mert az jó üzlet. Mert az jó üzlet, igen. Tehát eddig ugye azzal vádoltuk az Egyesült Államokat, hogy pusztán ez nem más, mint egy ilyen középkori, ilyen velencei köztársaság-szerű kereskedő állam, aminek nincsenek elvei, csak érdekei, hogy valamikor a brit birodalomnak is egyetlen célja, hogy a profitját növelje. Az miért is szeretné, hogy körülbelül 3000 stratégiai robbanófej csapódjon bele a nagyvárosaiba, meg a nagyobb katonai és ipari létesítményeibe? Én ezt nem értem pontosan. Nyilvánvalóan nem szeretnék, sőt, én még azt sem feltételezem, hogy egyébként céljuk lenne a Putyin elmozdítása. Mert ugye ez is egy állandóan felvetődő vád. Nyilvánvalóan mindenki rövid távon persze örülne ennek, hogyha már mint azok, akik nyilván a Nyugat és Ukrajna pártján állnak, hangsúlyozom, hogyha nem Putyinnal lennének kénytelenek tárgyalni, de szerintem a Putyin hatalomban tartása már csak azért is érdeke a Nyugatnak hosszú távon, most középtávon és rövid távon nyilván mindenki a vesztét szeretné, mert ki tudja miért utána, és egyébként ez az Oroszország, ami most éppen azt az arcát mutatja, amit egy olyan arcot mutat felénk, ami hát nem olyan szerethető, és egyikünk sem találkozik vele szívesen egy sötét sikátorban. Ez az Oroszország vélhetőleg még rosszabb politikai vezetőket, esetleg egy katonai diktatúrát szülne meg Putyin távozása, vagy egy ellene lefolytatott puccs után, ami viszont egy nagyon rövid távú megoldásban préselné bele az orosz hadsereget, illetve az orosz politikát. Tehát akkor szerintem valóban elszabadulna a pokol. Meg lehet, hogy Magyarországgal és Orbánnal is hasonló a helyzet. Orbán félreállítása esetleg egy rosszabb alternatívának nyitna utat. Esetleg egy Novák Előd, vagy egy Torockai László kerülne Orbán helyére. Lehet, hogy a Nyugat nem érdekelt ebben sem. A SMS-ben írja nekünk a 0630-011-0725-re Bari Dávid rendszeres kommentelünk, hogy nektek talán Nógrádi tanár úr, zárójel bezárva. Ugye itt jelen esetben akkor én vagy a Svéd Nemzetvédelmi Egyetemre járok, aki cáfolta 2015-ben, hogy Nógrádi elnökségi tagjuk lenne, vagy az Ausztriai Európa Egyetemre, amelyik nem is létezett akkor, és hát így rektor helyettese is nehezen lehetett. Nógrádi akkor úgy kommentálta, hogy csak elírás volt a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem, az Ausztriai Európa Egyetem pedig még nincs, de majd lesz. Hogy ugyanezek az emberek, akik most éppen az Egyesült Államok ellen ágálnak, maradtak fönt az éjszaka kellős közepén, hogy Trump győzelmének szurkoljanak. És ugyanarról az Egyesült Államokról beszélünk, ami 2004 óta fegyverzi fel Ukrajnát a majdani és valóban bekövetkező orosz támadás ellenében. Ez még jó, ez még bőven a Trump adminisztráció időszaka alatt történt. Tehát egyfelől imádjuk a Trumpot, meg fújjuk a Bident, és várjuk a Trump visszatérését a hatalomba, azt a Trumpot, aki egyébként, akinek legalábbis az adminisztrációja mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt a háborút Ukrajna ezekkel a fegyverekkel vívhassa meg. Meg azt a Trumpot, amelyik megállapodott a Talibánnal az afganisztáni kivonulásról. Majd, amikor Afganisztánban a tálibok átvették a hatalmat, akkor mint egy troll bejelentkezett, és megkérdezte, hogy hát hiányzom-e.
Amikor lezajlott az a háború, meg az a csúfos kudarc, amit hát ő készített elő, meg az ő izolacionista politikája Európából, meg ugye a nagyvilágból való kivonulása, az Egyesült Államoknak az elszigetele, az újra visszavonulása a saját kontinensére, és ez az elszigetelődő külpolitikája eredményezte azt, hogy Oroszország olyan mértékben felbátorodott, hogy már Európára feni a kését. Egyébként a Nógrádira is jellemző, illetve a vele egyívású sokszoros idézőjelbe tett biztonságpolitikai szakértőkre még az a jelenség is, amikor minden egyes fordulatot a zseniális orosz mesterterv következő zseniális húzásának tekintenek. Tehát most igazából csak csapdába csalják az ukrán erőket. Most igazából csak kíméletet tanúsítanak. De ezt tudod mi? Amikor a valóság meg a mítosz ütközik, mindig a mítosz írja fölül a valóságot. Nem a valóság a mítoszt. Tehát most a valóság nem igazolja a mítoszt, tehát a valóság, amit látunk, az a látszat. Az csak látszat. És a tényleges valóság majd a látszat leomlása után fog feltárulni, ami igazolni fogja a mítoszunkat. Mert a mítosz az elsődleges. De ez akkor ilyen egyértelmű, ha van egy uralkodó mítosz, amennyiben túljelentkezés van az elméletekből, akkor azok küzdenek egymással, hogy abban a valóság csak az egyik résztvevő. De abszolút van egy uralkodó mítosz, és magyar közéletben, meg a magyar politikai közgondolkodásban, meg a magyar véleménymondásban, meg a magyar közszellemben ez az orosz pártiság és az orosz álláspont az uralkodó mítosz. Ha már elhangzott az, hogy rejtői figura Nógrádi György, akkor keressük már a helyét a populáris kultúrában. Tehát hogy egyrészt ez az egyik héten ukránok fognak nyerni, másik héten az oroszok fognak nyerni kommentár. Ez nekem nagyon hajaz arra, amikor a José Luis Torrente megy haza a meccsről, és hirtelen az atletikos állata a reálos sárra váltja, vagy ő lerúgdossa a és az atletikus állat az a csatornába dobja, amikor jönnek a Real Madrid szurkolók, nehogy kapjon a pofájára. Igen, és akkor ott csírált, az így ugrál föl, mint egy ilyen pomponlány, hogy hello. A másik... Bocsánat, a Torrentének hasonlat nekem azért tetszett nagyon, mert hogy a Torrentében is megvan ez a kisemberi gőg egyfelől, ami folyamatosan a nagy emberek ismertségére, a nagy dologba való beavatottságra való hivatkozásban mutatkozik meg, illetve... Hát állandóan illetve abban, hogy 15 évvel ezelőtt tényleg elintézte anyámnak, hogy kicseréljék a mosógépét, és akkor azóta is azt hiszük róla, hogy ő egy ilyen kiáró ügyes ember, aki hogy képes a hatóságokkal, meg a cégekkel szembeszállva nem tudom, előjogokat, meg apró nyereményeket kiharcolni nekünk. Azóta sem sincsenek ilyen sikerei, de valahogy erre emlékezünk, és ez a történet dagad egyre nagyobbra. De annyival párhuzamosabb a Torrentével, hogy a Torrente rendszeresen hivatkozik az ilyen nemzetbiztonsági múltjára, ugye ilyen titkos szolgálati tapasztaltságára, és akkor mondja, na figyelj, Rafi, demóbunyó, és próbál, olyat karatézik, mint te 5 évesen. De a Torrente is ugye egy olyan világban él, tehát egy olyan álvalóságban, amit ő teremt maga köré az álügyeivel, az álbűncselekményeivel, a látszólagos fontosságával. Az álférfiasságával. Ő az a kisember, aki a nagyok lábánál ugrál folyamatosan, és így kiállt, hogy vegye már föl valaki végre. És valahogy soha nem lesz erős a hangja, és ezért a többi ilyen kisembernek azt kezdi el állítani hirtelen, hogy a nagy emberek ugye mind ellenünk vannak, de van köztük egy. Van köztük egy, aki a mi pártunkon van, és egy nap majd a keblére ürel minket, hogyha eléggé szeretjük őt, és hogyha eléggé jól látszunk itt mindannyian. Ha nem a balfék hülyével állítjuk párhuzamba, hanem a zsenivel, lehet, hogy ő korosztálya Sacha Baron Cohen-je. Tehát ha ez egy hack, hogy én beállok, olyan, mint a diktátor szerepe Sacha Baron Cohen-nek, csak ő a médiában futtatja, tehát inkább, mint egy Ali G. Csak tudod, akkor viszont várom az új műsorát, amikor osztrák meleg riporter lesz Nógrádi György, és akkor abban marad egy pár éven keresztül, és majd hivatkozik rá, hogy a svéd LMBTQ egyetemen rektor helyettes, és az ausztriai Pride egyetemen pedig az elnökség tagja. Nem média hack, hanem média troll. Nem ugyanaz. Na inkább. Igen. Hát ugye ez a szándék, vagy hogy mondjam, hogy mennyire feded fel később, hogy ez most itt egy művészeti tevékenységnek a része. Igen, csak benne tudod, marad a figurában, akkor a troll. Trollság, meg a biztonságpolitikai szakértés, az nagyon két pálya ám.
nagyon kettő. És amikor ez a kettő egymásba csúszik, akkor az, tudod, olyan, mint a somlói galuska a jókai bablevessel összekeverve. Külön-külön ezek mind a kettő nagyon finom fogás, de együtt moslék. És valahogy ez az érzése az embernek a Nógrádival kapcsolatban is. Ha szakértő lenne, nem mondhatna ilyeneket. Ilyeneket egy troll mond, méghozzá egy megafonos troll mond. Pont a fél szóban ide citált Tarjányival kapcsolatban kell azt megállapítani, hogy ő úgy tesz nyilatkozatokat, hogy egyrészt felhívja magára a figyelmet, hogy hát a következő 24-48, hát talán inkább 24-36 órában nagyon oda kell figyelni. De legalább ezzel, tehát egyrészt odafigyelsz, hogy most valami fontosat fog állítani, de legalább elismeri, hogy élelmiszer, amit árul, és rá kell írni a lejárati dátumát arra az elemzésre, amit itt az előbb elhangzott hírfejlécek közül csak egyetlen szó képviselt a jelenleg. Figyelünk, akkor megtudunk majd valamit. Na most én szeretnék biztonságpolitikai szakérteni. Én azt állítom, hogy Ukrajna ezt a háborút a következő 24-48 órában nem nyerheti meg. Szép. Holnap is fel tudnánk hívni telefonon, Robi? Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az események, de én ezt most itt és most kimerem jelenteni. Szerintem én meg azt mondanám, bocsánat, hagyha már lehet emelni a tétet, szerintem ez a háború egy nagy kelet-európai középhatalom győzelmével fog véget érni. Mindenképpen egy közepes katonai erejű kelet-európai szláv nyelvű állam győzelmével fog véget érni. Nagyon merész kijelentés, de nyilván a szakértelmedből meríted. Hát figyelj, ez a közgazdász diplomám, illetve a hadtörténet tárgyban végzett kutatásaim nyomán nem mondhatok mást. Mert mint rektor helyettes tőled kevesebbet nem is várunk, tanár úr, nyári tanár úr. Van itt még egy kijelentés, ezt csak így segítsetek értelmezni, ugye azt mondja, hogy Putyin ma már békét akar, mondja július 15-én. Én csak azt, hogy hogyan akarja a békét, azt értelmezzük, mert minden háború mondjuk egy békeszerződéssel vagy tűzszüneti megállapodással ér véget, amit onnantól békének nevezünk, csak a kérdés az, hogy ezt egy ilyen ésszel és humánus pillanatban lemondtunk a további vérontásról, vagy megsemmisítettük a másikat, totális győzelmet arattunk, és onnantól béke következik. Na lehet, hogy Putyin így akar békét, hogy hát nyerjen már. Én nem mondanám azt, hogyha mondjuk Irán Izraellel nem akar békét. A legfeljebb azzal az Izraellel szeretne békét kötni, ami a földközi tengernek a fenekén nyugszik. Azzal békét kötne. Én nem hiszem, hogy Hitler Stalinnal békét akart kötni. Legfeljebb elfogadta volna azoknak a csapatoknak a fegyverletételét, amelyek már nem akarnak közvetlenül a harcokban meghalni, hanem valamilyen munkatáborban szeretnének a következő 5-8 év folyamán éhen halni. Igen. És akkor talán utolsónak még olvassuk el újra az augusztus 2-ai kijelentést. Egy győztes hadsereg nem fog felállni azért, mert egy pólóba öltözött szerencsétlen ukrán államfő ezt követeli. Biztonságpolitikai szakértő megszakértette a pólóba öltözködésből az ukrán államfő szerencsétlenségét. Ez a jelző, hogy szerencsétlen ukrán államfő. Szinte érzem is a biztonságpolitikai szakértelmet. Mennyire szakértő? Hát emögött semmiféle politikai szándék nincs. Hát emögött ideológiai megfontolás, vagy bármilyen kurzus kiszolgálásának a szándék, amikor megtudjuk Nógrádi Györgytől, aki elmélyült a haditudományokban, meg a biztonságpolitikában, hogy ez a Zelenszkij, ez milyen szerencsétlen, hisz pólóba öltözik. Meg ehhez társul még a megint csak az orosz barát topikokban, meg fórumokban felbukkanó állandó színészezés. Hogy ez csak egy színész. És akkor az ember így maga elé nézi zavartan, hogy de hát Ronald Reagan... Meg Arnold Schwarzenegger Kalifornia kormányzójaként, és még nyilván számtalan példát lehetne hozni a politikából erre. Tehát, hogy ez nem oszt, nem szoroz. De a mítosz, megint a mítoszba illeszkedik. Mert, hogy ő színész volt... Persze. És tehát egy báb, azt kell mondanunk, hogy báb, hisz a CIA bábja, az Egyesült Államok bábja, az Észak-Atlanti Katonai Szövetség bábja, ennek megfelelően mind színész kiszolgálja
a báb mítoszt. Ez szerint az, hogy ő színész volt, az jól beilleszthető abba a mítoszba, hogy egy báb. Míg Ronald Reagan, aki legyőzte a gonosz birodalmát, a Szovjetuniót, történetesen színész volt, de államférfivá emelkedett, és amerikaivá szerette népét. Legyőzte a gonosz birodalmát, a Szovjetuniót, aminek a kelet-európai egészen pontosan NDK-s rezidentúráját egy bizonyos Vladimir Putyin vezette. Aki aztán a gonosz birodalmát orosszá szerette.